Testületi ülés, megvágta ismerőse nyakát, régészeti kutatást a Majmonostorán, Svájcban futtatták a prostituáltakat. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. november 17-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta munkaterv szerinti ülését a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték dr. Eskovács Ilona etnográfust, népművészetkutatót, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökét, akinek szeptemberben a Magyar Művészeti Akadémia életút díjat adományozott. Dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány október 23-a alkalmából szakterületén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként Vámosi Róbert rendőrszázadost, a karcagi rendőrkapitányság hivatalvezetőjét rendőr-őrnagy rendfokozatba, Turterebesi Béla rendőr-törzászlóst, a karcagi rendőrkapitányság körzeti megbízott csoportparancsnokát rendőrfőtörzászlós rendfokozatba léptette elő. Szeptember 29-én Zalaegerszegen, a városi polgármesterek randevúja rendezvényen Szepesi Tibor polgármester az év polgármestere díjat vehette át Dukai Miklóstól, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától. A Karcagvárosi Önkormányzat és a Karcagi Polgármesteri Hivatal nevében Gyurcsák János alpolgármester gratulált az elismeréshez. A köszöntéseket követően a testületi ülés megtárgyalta és jóváhagyta a Déliné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát. Az intézményi étkeztetés biztonságos ellátása érdekében szükségessé vált a vonatkozó önkormányzati rendelet térítési díjakra vonatkozó mellékletének módosítása. A Millió lépés az iskoládért kihívás ősszel is folytatódik, melyen azon 100 iskola nyerhet sorsolás útján sporteszközök vásárlására 1-1 millió forintot, amely legalább 5-ször teljesíti az országos kékkörtávját. A kampányt a Karcagvárosi Önkormányzat is népszerűsíti további 300 ezer forintos sportszer támogatással. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT elkészítette és jóváhagyásra elküldte a karcagvárosi közigazgatási területére vonatkozó egységes vízkorlátozási tervet, melyet a képviselőtestület egyhangulag elfogadott. A házi orvosi ügyeleti ellátás változása miatt szükségessé vált a karcagi többcélú kistérségi társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása. Elfogadásra került a karcagi általános iskolák felvételi körzeteiről szóló határozat. December 31-én több külterületi ingatlan esetében is le fog járni a haszonbérleti szerződés. A további hasznosítás feltételeinek és lehetőségeinek kidolgozásáról egyhangú döntés született. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint november 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel tart ülést. A gyanúsított 1000 forintért vágta meg ismerőse nyakát, életveszélyes sérüléseket okozva. A hajdúbihari rendőrök bűnügyi őrizetbe vették. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy férfi megvágta ismerőse nyakát egy szóváltást követően. Csak annyit láttunk, hogy a rendőrök kint voltak helyszínelni, és ott villogott, le volt zárva az út. Én úgy hallottam, hogy csak verekedés volt, aztán most mondják már, hogy szurkálás is történt. Egy kisebb társaság születésnapot ünnepelt egy Berettyó újfalui családi házban. A 49 éves házigazda szóváltásba keveredett egyik vendégével. A vita tárgyát egy 1000 forintos tartozás képezte. Szót követett, majd a 49 éves férfi kiment a konyhába, felkapott egy kést és megvágta ismerőse nyakát. A sértett erősen vérzett, ezért sietve autóba ültették és a helyi kórházba hajtottak vele. Az orvosi vélemények alapján életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök még a helyszínen elfogták a házigazdát, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatását követően a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Életveszélyt okozó testi sértés büntet elkövetése miatt kell felelnie.
2022. márciusában vette kezdetét a Tiszató mikroorganális kutatóprojekt, amelynek célja az Árpád és középkori település hálózat és kereskedelmi kapcsolatok pontosabb megismerése az Abátszalók, Tiszaderzs, Tiszaszent Imre, Tomaj Monostora és Kónhegyes közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek és épített örökségi emlékek tanulmányozása révén. Most Tomaj Monostorán a nagy létszámú önkéntes csoporttal végzett kutatást a Közösségi Régészeti Osztály. A kutatás szakmai vezetője dr. Virágos Gábor, a Nemzeti Régészeti Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese. A kutatáson jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a Vármegyei Közgyűlés elnöke és Fodor Gusztáv lelkész. 2020-ban nagyon komolyan elkezdtem foglalkozni ennek a régiónak az egyház történelmével. Bevallom őszintén, hogy amikor ide kerültem Tomaj Monostorára néhány éve, akkor elkezdtem foglalkozni ennek a gyülekezetnek, ennek a településnek a múltjával. És rájöttem arra, hogy ennek a településnek a születési körülményei igazából tehát nincsenek meg. Elkezdtem egy kicsit kutatni, és volt olyan, amikor eljöttem erre a dombra, emlékszem egyébként még ez akkor volt, amikor nem voltam Tomaj Monostori református lelkész, de a Tégla Múzeum Tiszaszent Imrén megszületett, és találtam árpádkori téglát. Itt ezen a dombtetőn. És elkezdtem kutatni, és rájöttem arra, hogy az egyháztörténeti adatok alapján, hogy itt bizony Tomaj Monostorának van egy olyan különlegessége, hogy itt állt valamikor egy apátság. És elmélyedtem az egyháztörténeti kutatásokban, írtam egy 15-20 oldalas tanulmányt ennek a régiónak az árpádkori múltjából, hiszen a régi oklevelek nagyon sok információt tartalmaznak, egyháztörténeti dokumentumok is vannak, volt a Megerbe az egyházmegyei levéltárba is kutatni, és összeállt egy olyan tanulmány, amivel megkerestem dr. Virágos Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeumnak az igazgatóhelyettesét. Letettem az asztalra, én nem vagyok ennek a régiónak, ennek a korszaknak nem vagyok a szakértője, de őt ez a tanulmány meggyőzte. És igazából egy hónap múlva kiküldött ide egy 30 fős specialista csoportot, ahol georadarral, fémkeresővel és különböző korszakoknak a szakértőivel eljöttek, bejárták ezt a régiót, és a látogatás után kaptam egy héttel, felhívott Gábor is azt mondta, hogy Guszti, ha állsz, akkor ülj le, és nyisd meg az e-mailedet. És küldött egy olyan e-mailt, amikben benne volt a Tomai apátságnak a georadaros alapja, ahol gyakorlatilag egy ilyen 28-30 méteres apátsági épületnek az alaprajza rajzolódott ki, és rájöttünk arra, hogy igenis, ezzel foglalkozni kell, mert hogy minden egyes településnek a magát a tatárjárás utánra datálja nagyjából ez a régió. És kiderült, hogy ennek a régiónak, ennek a településnek van egy olyan sokkal régebbi születése, a születési anyakönyvi kivonata, amit elkezdtünk igazából kifehéríteni, kirajzolni, és hogy egyre több információt mutatnak meg ezek a régészeti kutatások ennek a településnek, és ennek a régiónak a vallásos születéséből, gazdasági hálózatából. Eddig a körülbelül egy ilyen, láttam egyébként egy ilyen rajzot erről az apátságról, és körülbelül 80 kocka van ezen a rajzon, és ebből 10 kockát sikerült feltárni. Igazából az történt ebben az évben, hogy elindult ennek az apátságnak a feltárása, és úgy tűnik, hogy a Nemzeti Múzeum legalább egy ilyen 5-6-7 év alatt szeretné ezt az egészet feltárni. Mivel ugye ez a szakma nincs túl finanszírozva, ezért évente csak 3-4 hetet tudnak a régészek foglalkozni ezzel a kutatással, de az a lényeg, hogy ez a kutatás elindult, és hogy megtaláltuk a régi kör rotundát, ami valószínű, hogy ez az első templom volt a környéken. És az az érdekes, hogy amikor ugye korábban, amikor ezeket a templomokat felépítették, akkor a betelepült magyarok, azok vándoroltak, azok állatokat tartottak és vándoroltak. A vízrajzot rá kell vetíteni a mostani térképre, a mostani térképekre, és kirajzolódik az az élettér, ami 800-900 vagy 1000 évvel ezelőtt itt fogadta a betelepülő magyarokat. És amikor a
templomot felépítették, akkor a településrendszer megszilárdult. Az utak rendszere megszilárdultak, és igazából kirajzolódik egy olyan múlt, ahol megszületett ez a település. Megtaláltuk a körrotundát, az első templomot, megtaláltuk az apátságnak az alapjait, és nagyon sok sírt találtunk. Hiszen abban az időben a templomok köré temetkeztek, és egy nagyon izgalmas koporsót, sírt találtunk meg néhány napja, ami valószínű, hogy a magyarikosa családnak egy őse lehetett, hiszen 200-250 éves lehet körülbelül a sír, egy fakoporsó, úgyhogy igazából egy ilyen 800 éves történelme ki fog rajzolódni ennek a településnek, ennek a régiónak, azzal, hogy itt feltárjuk, hogy mit takar a föld. A továbbiakban a kutatás szakmai oldaláról volt szó. Mint megtudtuk, vizsgálják az apátság közvetlen környezetét. Fémleletek kerültek elő, az apátság falai megvannak, illetve sírokat is találtak, tudtuk meg Bakos Gábor régésztől. Jelenleg itt Tomaj Monostorán az apátságnak, az egykori apátságnak az épületét tárjuk fel, de nem csak az apátság épülete a lényeges ebből a szempontból, hanem vizsgáljuk egyben a lelőhelynek a közvetlen környezetét is fémkereső műszeres kutatással és terepbejárással is. Miket találtak pontosan eddig? Eddig igazából túlnyomó részt a középkor időszakából, vagy arra keltezhető fémleletek kerültek elő, ami viszont a nem fémleleteket illeti, megvannak ennek az egykori apátságnak a falai, megelőzően az Árpád-kori rotundának a fala, sírokat találtunk, megkutattuk ennek az apátságnak az őt körülvevő körárkát is, és egyelőre itt tart a kutatás. Most jelenleg szelvényrendszerben, szelvényhálórendszerben dolgozunk, 4x4 méteres szelvényhálókban, és ezekben folyik a kutatás részletről részletre. Igazából az első év, most ez az első kutatóév arról szól, hogy hogyan tudjuk ezt úgy megkutatni és a rétegrendet megvizsgálni, hogy mire számíthatunk, hogyha a későbbiekben ezt a kutatást folytatni szeretnénk, már pedig folytatni szeretnénk, hogyha erre lesz forrás és lehetőség. Alapvetően én úgy gondolom, hogy itt most jelenleg elpusztult falakat, omladékot, törmeléket, alapozási árkokat találunk. Tehát felmenő falak nagyrészt nincsenek. Következtetni tudunk arra, hogy milyen kiterjedésű volt, milyen volt az alaprajza és hogyan nézhetett ki nagyjából, azonban ezeket nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni. Ezért láthatunk szerintem az országban többször olyan romokat, romkerteket, amik ilyen mondjuk úgy térdig érő kis romcsoportok. Noha itt is első lépésben én úgy gondolom, hogy ennyi egy megvalósítható elképzelés lehetne hosszú távon, és aztán nyilván a műemlékes kollégák meg tudnák válaszolni, hogy mi az, ami rekonstruálható ebből az egészből. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a kezdetek óta figyeli a kutatást. Nem csak a település, nem csak a régió, hanem az ország számára is fontos, hiszen olyan középkori, késő Árpád-kori monostornak a romjait találtunk meg, amiről írásos emlékek vannak. Emlékek vannak a település nevében is, és jó azt látni, hogy itt az Alföld közepe, akár a tatárjárás idején, akár a török időkben egy gazdag kulturális vallási központ volt, és hát nekünk az a célunk, hogy ezután is az legyen. Igazából még csak most ismerkedünk azzal a gondolattal, hogy micsoda hatalmas monostor volt itt és templom, aminek a feltárása most végzik a Nemzeti Múzeum régészei. Én azt gondolom, hogy még csak ismerkedünk azzal a mérettel, azzal a monumentális építkezéssel, ami itt zajlott. Rácsodálkozunk, hogy itt az Alföldön, ahol a kis települések vannak, ilyen vallási központok voltak. Én azt gondolom, hogy csodálatos ez a feltárás, és még több csodába fogunk részesülni, hogyha követjük a munkát. Huba Imre, a Jászhegykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke arról szólt, hogy a hagyományaink megértése elengedhetetlen a múltunk ismerete nélkül. Részben az identitásunk szempontjából is fontos, hogy tudjuk, hogy a gyökereink meddig nyúlnak vissza, és hogy milyen talajból táplálkozhatunk, és hogy a hagyományainkat jobban megértsük, a hagyományaink eredetéhez, a hagyományaink megőrzéséhez és a továbbadásához szükséges információk a mai kor vívmányai szerint lehető legnagyobb mértékben álljanak rendelkezésünkre. Az itteni ásatások is jelzik, hogy elképesztően gazdag lehet ebben ez a tomba, hol most vagyunk, Tomaj Monostor a határában, és hogy számos olyan feltáratlan kincs
kulcs lehet itt akár tudományos, akár kulturális értelemben, ami meg fogja erősíteni, hogy ez a térség gazdasági, szellemi és közigazgatási centruma is lehetett egyben, és ez mindig kötődött a valláshoz, és a vallásos ősi hagyományokra épülő gondolkodásmódunk az cseppet sem tűnik a valósától elrugaszkodottnak, hiszen nem pusztába kiáltott szó az, hogy nekünk van hitünk, és a hitünknek vannak mélyen gyökerező momentumai. Többek között ez a feltárás is ennek fogja a tárgyi bizonyítékait föltárni, és nagyon szorítok azért, hogy egyrészt a szakembereknek a munkavégzése zavartalan lehessen, másrészt pedig, hogy legyen majd alkalmunk és módunk arra, hogy az itt feltárt kincseket és itt feltárt építmény maradványait méltó módon tudjuk majd bemutatni az utókor számára, hiszen, ahogy említettem, a vármegye identitása szempontjából ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a múltunkkal, hiszen csak akkor van jövőnk. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda KRNNI a svájci nyomozókkal szoros együttműködésben derített fel egy Svájcban prostituáltakat futtató mezőtúri familiát. A családtagokat nagyszabású akcióban több rendőri egység bevonásával fogták el. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A KRNNI Nemzetközi Bűnözés elleni főosztály emberkereskedelem elleni osztálya látókörébe került tavaly egy olyan mezőtúri család, melynek tagjai a gyanú szerint több mint egy éve magyar állampolgárságú, anyagi, egészségügyi és szociális körülményeik okán kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőket szerveztek be saját lakókörnyezetükből svájci prostitúciós munkavégzésre. A KRNNI a felderítésben együttműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálattal. Az R család férfi tagjai érzelmi függőségi viszonyt, szerelmi kapcsolatot alakítottak ki a sértettekkel, és így vették rá őket a prostitúciós tevékenységre. A fiatal nőket kiutaztatták Svájcba, ahol főként Bern, Luzern, valamint Zollikofen település bordélyházaiban nyújtottak szexuális szolgáltatásokat. Mindezt az elkövetők szoros felügyelete alatt. A sértettek ellenőrzése hol személyesen, hol telefonon zajlott. A szexuálisan kizsákmányolt nőket az R család tagjai folyamatos munkavégzésre, minél több ügyfél fogadására utasították. Egyúttal követelték tőlük az így megkeresett svájci frank mihamarabbi hazaküldését. A keresetüket a nők nem tarthatták meg maguknak, bevételük nagyobb részét át kellett adniuk a családnak. A sértettek egy év alatt több 10 millió forintot küldtek haza vagy adtak át az R család őket felügyelő tagjainak, akik azt saját, illetve családjuk megélhetésére fordították, illetve abból gazdagodtak. Bejelentett munkahelyjel és legális forrásból származó keresettel ugyanis egyikük sem rendelkezett. A KRNNI a nyomozás során eddig 7 egyértelműen kiszolgáltatott helyzetben lévő potenciális sértettet azonosított. A gyanú szerint többen közülük még terhesen is dolgoztak. Az egyik sértetnek az R család egyik férfi tagjától időközben gyereke is született. És voltak olyan sértettek, akik egymást váltva voltak az R család férfi tagjainak élettársai prostitúciós munkavégzésük alatt. A terhelő adatok beszerzését követően az emberkereskedelem elleni osztály nagyszabású akciót szervezett a családtagok elfogására. Ebben részt vett a KR különleges szolgálatok igazgatósága, bevetés támogató osztálya, a Jászhegyszentmihályi Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság, Tisza Megtó bevetési csoportja, a KR rendészeti állománya, valamint a mezőtúri rendőrkapitányság munkatársai is. A 25 éves R. Brunót, a 30 éves R. Tibort és a 36 éves R. Melindát mezőtúri lakóhelyükön fogták el. A KRNNI nyomozói 4 házban hajtottak végre kutatásokat. Ennek során lefoglaltak több mobiltelefont, számos feljegyzést és zálogjegyet, míg vagyonvisszaszerzés keretében egy nagyértékű személygépkocsit, illetve zár alá vettek 3 ingatlant is. A helyszíni kényszerintézkedésekkel egyidejűleg a nyomozók az egyik címen találtak 3 olyan nőt, akik szintén az ügy sértettjei lehetnek. Őket is kihallgatták.
R. Brunót, R. Tibort és R. Melindát az emberkereskedelem elleni osztály több ember sérelmére, szexuális cselekmény végzésére, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, rábírással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka büntettével gyanúsította meg, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vette, és a Jászhegyszolnok vármegyei főügyészségnél kezdeményezte letartóztatásukat. A három gyanúsított terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben a svájci társhatósággal kialakított kétoldalú rendőri együttműködés révén további gyanúsítottak beazonosítása és kihallgatása is várható. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!